Hello mindenkinek, sziasztok srácok, én Dani vagyok, és itt vagyunk egy következő videóval, és hát lejöttem bányászni egy bányában, olyan éjfél körül lehet most az idő, szóval nem tudom, hogy így mi történt, és tele van redstone-okkal, ami azért eléggé para így önmagában. Hát kíváncsi leszek, hogy mi lesz, én így nem tudom, szedegettem szépen az érceket, amennyit csak tudok, és megpróbálok minél lejjebb jutni, és lehet, hogy találunk majd valami gyémántot, vagy valami OP-b cuccot, csak hát eléggé para, hogy így ilyen redstone-ok vezetnek, mint hogyha vér lenne, vagy nem tudom mi, így a bányákban, szóval nem tudom, ez annyira azért nem teljesen normális így a Minecrafthoz képest, szóval meg íródnak ki számok is a monitoromra, ami azért ez se túlságosan normális, szerintem egy Minecrafthoz képest, na mindegy, megpróbálok én így tovább menni, itt van láva, ez azért óvatosan kéne bánni, nem kéne valahogy azért mégiscsak kigyulladni, és belém is villámoztak, hát ez óriási, nagyon, nagyon tényleg fergeteges dolog lehet, főleg egy ilyen jó kis sötét bányában, mindegy, én az ilyen érceket én így tovább szedem, és hát reménykedek, hogy nem lesz itt semmilyen hátborzongató cucc. Jól láttam, hogy itt valami világosabb lett, mindegy. Mindegy, igazából szedjük tovább az érceket, nem lesz itt semmi para, én úgy... gyémánt! Na, királyak vagyunk, ajátok, egyből találtunk gyémántot, és belevillámozott a gyémántunkba. Nem tudom, hogy ki van itt, vagy egyáltalán hall-e engem, megütött egy lávával. Nagyszerű, ennyi volt a gyémánt? Szerintem, ja, ennyi volt a gyémánt, jó, meg még itt mondjuk van a redstone, de mondjuk a redstone-nal nem sokat érünk. Jó, találtunk, ó, emerald. Halljátok, nagyon durva ez a bánya. Dobáltak felénk izéket, dobáltak felénk tűzgolyókat, de ez, mi van? Na jó, ezt láttátok, srácok? Ez kicsikét így, nem tudom, hátborzongató, jó, mindegy. Én amondó vagyok, hogy szerintem menjünk el a bánya másik valahova, csak ne ide. Jó, jó, visszamegyünk, nem tudom, szerintem nem volt túl pozitív dolog, hogy egy véres helyre jöttünk be. Na mindegy, van építő cuccom, ide inkább átmegyek így ebbe az oldalába, ez sokkal biztonságosabb, hihi. Hát nagyon vicces, tényleg, nem tudom, hogy ki vagy, de abba hagyhatnád, kedves idegen, és még mindig dobálja arrafele nagyon a tűzgolyókat, jó, mindegy, nem probléma, mindegy, én a vasakat most már nem nagyon szedem ki. Szerintem azért már annyira nagyon, talán nem lesz rá nagy szükségünk, inkább fedezgetem fel a barlangot, hát ha találok valami nyomot, hogy miért is történik ez. Itt egy zombi, ezt gyors lecsapjuk. Itt láttátok, hogy itt lebegett egy gyémánt kard, na jó, ez egyre betegesebb, srácok, ez egyre ijesztőbb, hogy... itt egy gyémánt kard. Kaptuk egy gyémánt kardot. Na, királyság, jó, akkor annyira azért mégsem rossz itt lenni, legalább kaptuk egy gyémánt kardot ingyen, tök király. Mondjuk itt egyre több zombi jön, ami már annyira, nem tudom, de mondjuk ez még normális talán, hogy azért egy ilyen barlangban ennyi zombi van. Meg de srácok, én nem tudom elolvasni a nevét, az ki volt, ti nem láttátok? Írjátok már le, hihi. Miért nevetsz tovább? Miért nevetsz tovább? Nem vicces. Most meg dobál nekem zombi húst? Hát köszönöm szépen, tényleg ez nagyon jó. Mindegy, én itt hagyom inkább a skeleton. Ó, Istenem, miért van itt ennyi skeleton? Ezeket gyors leöljük, mert csak zavarnak minket. Jó, mindegy, menjünk tovább, de... mennyi zombi? Mennyi zombi szalludott? Nem már, na várj. Jó, ezeket valahogy muszáj lesz így szépen. Jó, én megpróbálom először is. Nem, ez íjjal, ez nem fog menni. Le kell őket csapnunk a gyémánt karddal, de ez nagyon ízé, srácok! És mit dobál rá? Erőpotit kaptunk. Nagyon király. Jól is jön azért az erő, mert rengetegen vannak, srácok! Nagyon sokan vannak. Nem baj, ezeket már csak meg tudjuk ölni. Csak nem fogunk belehalni. Meg még ott van egy boszorkány is. Miért van itt egy boszorkány? Jó, azt le kéne íjazni, mert nem kéne, hogy gonosz potikat dobáljon ránk. Na, meghalsz, mennyi HP-ja van? Jó, meghalt, király. De miért van itt még több zombi? Miért van itt még több... Jó, felgyulladtak legalább a zombik, nagyon király. Most ez, de azt gondolsz, hogy ez most... Jó, oké, nem baj, ezeket eléggé könnyen, de meg tudtuk ölni. Jó, kaptunk egy krumplit is, meg... hát ja, meg egy pár XP-t, de... megint ott volt az a srác. Valaki srác... ennyire nem akarod, hogy oda menjek? Én oda megyek akkor is! Nem akarja, hogy oda menjek, srác! Ne! Nagyon ütöget! Hogy ilyen erős? Hogy ilyen... elzárta. Aha, nagyon nem akarja, hogy arra megyek, akkor arra lehet, hogy lesz valami... aha, ott volt. Ellávázza! Nem már! Ellávázza az egész... Aj, de most így...
Mindegy, meg kell valahogy kerülnünk. Ha meg kell valahogy kerülnünk, nekünk muszáj lesz oda bejutni. Biztos, hogy lesz ott valami szerintem, ami... Amiért... ismeretlen. Mi az, hogy ismeretlen vagyok? Nagyon jó ennek, tényleg teljesen örülni tudok, hogy te ismeretlen vagy. De úgyis hihi. Hát de miért nevetsz ilyen izé, ilyen módon, hogy hihi? Nem, hogy valami értelmes nevetésed lenne legalább. Van itt valami egyáltalán? Itt tovább lehet menni szerintem. Aha, igen, itt tovább lehet jutni. Itt biztos, hogy itt lesz szerintem valami, legalábbis reménykedek benne. Ezeket a skeletonokat azért megöljük. Sose. Semmi üres. Sose fogod, igen, megtudni, ki vagyok, gondolom. Ki is vagyok. Hát persze, hogy máshogy kell írnod. Nagyszerű, hát ennek tényleg pokolian örülni tudok, te. Hallják? Ott van, null az, srácok, de már, az nagyon gonosz, na várjatok innen, inkább el kéne tűnünk szerintem, minél gyorsabban. Jó, várjatok, ezt kiütöm innen. Lezárta, ez alapból le volt zárva, jó. Nem tudom, hol vagyunk, srácok, de innen minél gyorsabban ki kéne jutni, mert ez így nagyon parahelynek tűnik így idáig, főleg úgy, hogy nullal vagyunk összezárva egy barlangba, nem már, de... Hogy került ide null? Hogyan tudott ő idejönni? Tehát így nem tudom, tehát már annyian megölték, meg bezárták, meg minden, és mégis kiszabadult, tehát hatalmas ereje van Nullnak, ez nagyon úgy tűnik, de az a gond, ez lefele vezet, én nem lefele akarok menni, én valahol vissza nem már, mi ez? Nem már, innen hogy jutok ki? Null, nem már, én el akarok menni, én békén hagylak, én itt hagylak téged, csak hadd jussak már ki, légy szíves! Hallod? Hadd jussak már ki ebből az egész helyből! Hát ez... nem hiszem el... jó. Jaj, valahogy... nagyon jó, köszönöm szépen. Abba hagynád az ütögetést? Abba hagynád azt az ütögetést? Jó, ne. De miért rakott tele? Hogy jussak innen ki? Hogy jussak innen... nem hiszem el. Jó, nagyszerű srácok, 20 percig fogunk zuhanni, hihi, tökéletes. Tehát most így zuhaltunk az idők végzeteig, szerintem én le is állítom mindjárt a videót. Mert amúgy így nem tudom. Tehát, hogy én most... Oh. Ne! Ha! Úristen, Nem, bele akar lökni a lábába! Nem! Jó, nem baj, ezt így vissza. Ide bezárjuk magunkat, hogy csak nem tud nekem ártani. Remélem legalábbis. Jó, de... ütöget. Hagyj békém! Ott van null. Látod, mégis meg tudtam, hogy ki vagy. Látod, eléggé béna vagy. Jaj, de jó, van 5 HP-m, köszönöm. De jó, azaz, köszönöm szépen, tényleg, nagyon szépen köszönöm, tényleg csodás ember vagy, Null, csodás vagy, nem is ember vagy, te valami démon vagy, nem tudom, hogy te minek számítasz így a Minecrafton belül, de elás, de... ez igen, és most így mit csináljak, srácok, és most így mit csináljak, be vagyok ragadva a pókhálókba, van előttem vagy 10 darab zombi, és így ennyi, nagyon csodálatos, köszönöm szépen, kedves Null, mit csináljak, na el sem bírom őket kb. Találni már a pókháló miatt. Hát ez tényleg baromi. Jó, oké, kiszabadultunk. Null, leszállnál rólam? Én itt hagyom a barlangodat, legyen nyugodtan a tied, engem nem érdekel. Csak légy szíves, nem. Köszönöm szépen, jó, erre volt a vér, én erre fele kimenekülök. Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, hogy itt lehettem, Null, de én lelépek, jó? Én szépen elkezdek errefele ásni. Ne, úristen, 3 HP, hagyd már békén, Null. Leszállnál rólam? Légy szíves, mi ez? Itt egy chest. Igen? Köszönöm, ide rakott, gyere. Aha, jó, gyere, egy kis, igen, kincskeresés, aha, tehát így végigrakott ládákat, jó, én követem a ládákat, hát ha valamiben, hát nagyon vicces vagy, megtalálod azt, igen, itt hol van, itt azt a ládát, hol van itt a láda, amiben, igen, benne van. Igen, mondjad. Na mondjad, mi van benne? A kardom. Csodálatos, és hol van? Hol van az a láda? Megölhetsz. Na, nagyon jó, és ez kedves vagy, hogy elmondod. Nem azért mondom, de hol van? Null. Ja, hogy arra is vezetnek ládák. Jó, okés. Aha, tehát nekem itt át kéne mennem a lávám. És itt hogy menjek át? Mondd már el. Hogy menjek át anélkül, hogy meghal. Jó, mindegy, hát én... Ne! Jó, oké, ebbe csak nem fogunk belehalni, nagyon remélem. Jó, így fent így szépen elkezdünk elásni. De... Aj, jó, mindegy, átmegyünk rajta valahogy. Mindenféleképpen át kéne jut... Ne! Ne ütöges! Ne! De ijesztő! Ne! Mi az, hogy ne?
Mi az, hogy ne? Ó, ott a láda. Ott a láda, kösz. Megy már arrébb. Na, kösz, itt a kard. Na, ezzel most meg Béla kölni? Elmegy a lávába. Hogy jöjjük meg, hogyha... Mindegy. Null! Itt az utolsó lehetőséget, hogy jó ember legyél. Hol vagy? Gyere ide! Gyere ide! Mostantól én vagyok a főnök. Gondolom, hogy ezzel én vagyok, nem? Brutál kard, null kivégző. Ja, ha ezt nálad van, ő, akkor ő vesztes. Na, király, most hova tűnt? Nem áll, hogy most elmegy, vagy elszökött, vagy most mi van? Meg kéne találni, na várjatok. Na várjatok, de milyen jó fej volt ma, hogy így megmutat. Eltűnt. Eltűnt, aha. Ott van valahol fenn, ott menekül, aha. Nagyon elhitted, na gyere ide. Na gyere ide, na gyere ide. Nem menekülsz el, na hello. Szia, null, állj meg, ottól vagy, na. Utolsó esélyed, hogy jó ember legyél. Amúgy vicceltem, meg fogsz halni, ha. Jaj, easy, ennyi volt, nyertünk, meg voltnál egy Gémát Lab szervéde is, jól van. Akkor kivittük a izét, akkor többet itt nem lesz remélem gonoszság. Hát jó, srácok, nagyon örültem, hogy itt voltatok ebben a videóban. Hogyha tetszett, akkor csapjatok egy lájkot, iratkozzatok fel a csatornámra, és ne felejtsetek el, 2 perc alatt kezdődik a következő. Ja nem, ez most már később kerül ki. Szóval bocsi, hogy később került ki akkor a videó, majd nem tudom, majd később majd megpróbálom normálisabban beidőzíteni, csak most este eléggé sokáig fenn voltam, és nem nagyon volt időm felvenni. Na, mindegy, tényleg köszönöm, itt voltatok, találkozunk legközelebb, és sziasztok!